Szeba, 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 szeba. Szebasztok, csá mindenkinek, hello. Ma izé van, ilyen munkahőse hangulat. Szebasztok. Csá mindenkinek, hello, elalalalalalala. Szebasztok. Szebasztok. Figyeltek már, monitorban van egy csík, az mit jelent? Az rosszat jelent? Azt a kurva eget. Sziasztok. Hello mindenkinek, Gábor köszi 17 hónapot, hello. Nem tudom, emlékeztek erre a játékra. Egyszer egy délutáni streamben, az igen, Néda. Egyből ilyen Metin 2-es csöcsök. Úristen. Szóval taberna, fogadó szimulátorozni fogunk. Játszottunk vele, akkor még a demóját lehetett csak veretni. A nulladik perctől vagyunk. Eljutottunk valameddig vele egyébként. Itt be tudok venni. Jézusom. Úgyhogy kijött teljesbe, szóval... Check this. Check this. Így össze kell takarítani. Aha. Úristen, tartsa tisztán a fogadót. Eltakarított termelékrákat itt a szó. Jézusom, foglalkozott takarítás. Mi volt? Nem láttam. Seprűbel. Tab. Nice. Nice. Hát de hiába nyomva a tabot, bazd meg. Úristen. Kiszart a padozatra. Új taskunk, vagy nyissuk ki a fogadó. Erre megnézem, bazdmeg. Ó, furcsa, mi a faszom van itt? Érdem, ilyen szépen kitakarít. Azt a kurva. Milyen pókhálós ez itt most nekünk ez. Igen, nyissuk ki a fogadó ajtaját. Igen. Nagyszerű a kilátás. Hát bazd meg. Feltakarítás következik. Aha. Most már tudunk. Na, összetakarítunk itt, ez beindul a izé. Ezzel mit kell csinálni? Mocsok keresésem. Azt a kúra, milyen gombok vannak itt, te fiú. Keresni kell a mocskokat. Jézusom, milyen jól takarítok. Szerintetek is? Nagyon ügyes takarító vagyok. Hello, hello, mindenkinek szevasztok, szevasztok! Hát de bazd meg, itt takarítunk a mocskot. Hát itt mi a faszom van? És ezt nem lehet összeszedni. Itt mi volt? Semmi? Nézek körbe. Jó, igen. Úristen, ez a nagy kupac szemetet nem tudom megmozdítani, talán fogadóban találok valamit, amivel letakarhatom. Gyerekek, hát ez a tipikus tinédzser hozzáállás. Érted? Ami... nem látszik, az nem is létezik. És így letakarjuk, gec. Hopp. Úristen, ez milyen profi hozzáállás. Hello? Nem annyira, hogy ide befejezem a papírmunkát. Hát milyen papírmunkát, bazd meg. Erre már nem emlékszem. Ja, hitel? Úristen, úristen. Nem kérünk hitelt most, köszönjük. Első nap, alacsony a vásárlásra, ez fogad össze, és azt hú, de nem emlékszek, hogy mi volt itt. Aha. Olyan érzékeny az egér, mint én, bazd meg. Mitől van ez? Szóval sört kell rendelnünk. Mennyi pénzünk van? Van a pénz? 50-ünk van. Hú, akkor... megküldjük, hagyd menjen.
Nem emlékszem, pohár honnan volt, meg ilyenek. Úristen, itt még össze van fosva a padozat. Látod, milyen rendes takarító vagyok, bazd meg. Néda, ott jön a GLS. Erre, piam! Gyurika, mókösz a 7 hónapot, szevasztok, szevasztok! Csá mindenkinek, hello, nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, szevasztok, hello, és sziasztok. Hát azok hova kagyarodsz már, te fiú? Azt hittem elviszi. Aha, egy szatyorsör, köszi. Közbátyja. Új küldetés, itt az idő, hogy szerzett tudomást szerezzenek. Középkori marketing, ez fog következni. Jézusom. Meg kell javítanunk a táblát. Úristen, milyen kibaszott gyönyörű táblánk lesz. Szürke zsivány. Aha, itt még fazont is lehet. Úristen. És alulra is lehet írni? Szopod a BT üdítőzések. Nem tudom, mit gondoltok erről? Hogy szerintetek ez megállja a helyét? Egy lelőtt faddisznó. Úristen. Úristen, szopóka. Lábszag. Á, gyerekek, hát ez nem lehet ezzel versenyezni. Melyik volt a legjobb? Ez a lelőtt vaddisznó. Csöcsös gágyi is ott volt a szeret. Oda néz. Hogy kell kinyitni? Nyissak ki a fogadat, hogy vendégbe tudjanak menni. Nice. De ez most nem nyitva van? Na hát bazd meg. Hopp! Jön a paraszt, meglátja, hogy szopad a BT üdítőzések. Szív leszakad, és berohal ide. Berongyul, és itt hagyja a fizut. Néda, nézek az a csámpás lábú. Az se jön be. Jó, és itt mit kell csinálni? Szia! Aha, van 5 sörünk. 5 sör, ennyit tudunk benyújtani. Csöcsös maca, eh? Egy rendelés elkészítések megkezdéséhez. Itt a rendelés, aha. Köszönjük. Jó. Emlékszem, hogy ilyen tálcával a kezünkbe kell szaladgálni. Mint póka falon. Van még nekünk 25 pezónk. Na mi a faszom van? Már senki nem jön, bazdmeg. Nyitva van. De kell, hogy pofán basszak valakit. Jó, ezt tudom, hogy le lehet szedni. Kidi, kösz szépen a 4500-et, nagyon szépen kösz. De ezt már csak leszedem. Érted? Legyen valami pofája itt a berendezésnek. Nézd, a luvnyom eljön. Hű, apám, igaz ízé, barbárnő. 6 méter magas, mázsa 20. Akkora pinája van, mint egy tek. Fejezzétek már be, bazzik. Nem szeretem, hogy ilyen csúnyán beszéltek ebbe az adásba. Itt nem jönnek a sponzik. Hú, erre mi volt? Jézusom, ez bad volt. Perfect! Perfect! Csapos atya! Perfect! Köszönjük. Jó, itt 2. Itt már szolgáljuk is fel a nagy izét. Ne örüljél, bazze, mire körülsz, hogy fogad van? Mindjárt nem lesz. Kidi, kösz szépen! Nagyot ment a podcast? Örülök neki. Mit hahotáznak ezek itt, bazd meg? Nézd, ahogy iszza meg fel a rohadt dögevő. Szevasz, fiam! Ebbe a kocsmába csak nők járnak. Fordított világban. Férfiak fodrásznál vannak és pletykálnak. Atyám, tudod mit? Szia! Na, így álltok pár meg, bazd, nem érünk rá egész nap. Pörögjél be! First customer. Úristen, ott hagyta a pénzünket. Pénzkereső vendégek, kiszolgáló leadott rendelés, különböző munkatok. Köszi szépen!
Jó, és ezt meg egy mosogatással voltunk baj, mert emlékszek, hogy az az abban azért megizzadtunk. Na, 55. Megyünk fölfele, mint a talajvíz. Ezért még issza. Szevasz, fiam! Very good, very nice. Egy darab sörünk van még egyébként. Berendeljük. Aha. Fogadó, és akkor szállítás. Vagy nem tudom, itt a vízzel kellett valamit csinálni, ugye? Vagy nem? Ez a hírnevünk. Jó, kérjünk még egy kis söröcskét. Bútor, dekorál. Jézusom, de nagyon jó lesz nekünk. Ez elég drága. 50-be került, és 5 maradt nekünk. Úristen, Jani. Szeba! Igen, le lett fosva a berendezés. Arra nem emlékszem, mit kellett csinálni. Igen. Főke suvickolni. Szevasz, bátyám, mi a helyzet? Hogy szoptassalak taknyosra. Perfect. Evés-ivás mulatozás. Jó, megjött a szállítmányunk, szevasztok. Szeba, szeba! Igen, a vizet. Mindjárt megnézzük a vizet. Megvárjuk ezzel, míg itt el... elkumant itt ez a pérpi. Folytatjuk, vagy újra kezdtük? Az csak egy demo volt, sajnos nem lehetett folytatni onnan. Tehát ezt teljesen előről kellett kezdeni. Hát nem jutottunk benne messzire azért. Ha emlékszem. Á, bazeg... Van még izénk? Korsunk. Perfect! 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 Nagyon szép. Jó, és akkor ide pattintjuk ezt a szartalicskát. Aha. Várjál. Én csak azt remélem, hogy ugyanúgy lehet alkalmazott meg ilyen buziságok. Ezeket ki tudom tenni ide-vissza? Letesz. Aha. Bazd meg, mikre nem rájövök. Na, és akkor itt kell valahogy vizet izéljenünk, de ez borzasztó volt, arra emlékszem. Aha, ezt kijavították, nem megért kell mozgatni, csak nyomni kell. Látod, milyen ügyesek ezek a fiúk, hogy tudják ezt csinálni, hogy így kijavítják. Azt a kurveget. Aha, így már easy-bb. Elfogyna az edény, nem tudjuk újra... Aha. Figyeljünk a tiszta edényekre. Baszik, fekete mosogató leszek. Új szinten vagyunk. Nézzük meg. Aha, és itt mit kellett csinálni? Igen. Vagy ez nem lett kész? Gyönyörű mosogatás volt ez. Szolgálj ki vendéget, a fogadó fejlesztés, hogy jó híre van szükség, minél több vendéget szolgál ki, annál híresebb lesz. Úristen. Jó minőségi megrendelések. Aha, meg tud romlani a sör. Keszi, így add már meg mindet. Tudjuk fejleszteni. Aha. Jó van. Szia, atyám. Ha pászak az ANT, ezt nem rúgja be az ajtót. Remélem, hogy csak így meglögyböljük a vízbe, az csoki. Értesz? Mert hát azért, hogy is mondjam. Hogy ne legyek udvariatlan. A szalmonella meg ott ül a pohár szélén, bazd meg. Érted? Szevasz. Meg kell ügykülni. Na most elvileg valami fejlesztésről magyarázott itt nekünk ez a postartály. Így meglegybőjük. Ráadásul ugyanabban a vízbe, mint az összeset. Na hát jó van az. Jó van az. És mit tudunk fejleszteni? Level 1, aha. 50 pezó, fogadó bővítés, új ügyfelek, új bútor, új dekoráció.
Jézusom. 50 pezóért. Úristen, milyen kibaszott gyönyörű hely lett ez. Wow. Mi történt? Valami változás? Ezt a kurva eget. Minket jó átbasztak. Na várja, hagyj izé, subickoljak föl, mert tényleg itt megszólják a izét, hogy össze van okádva a plac. Esik az eső. Amúgy tényleg ilyen Metin 2 vibe-ja van. Andor, te kis huncut kalandorra, de nagyon szépen köszönöm ezt a kis huncut. Mennyi sörünk van? 6? 6 sörünk van, hát az bazd meg az, az kurva sok. Annyi sör, gerinc sérvet kapsz. Jó, és akkor mit tudunk itt művelni? Kurvára idegesít, hogy ilyen érzékeny ez az egér, bazd, mi a faszom történik itt? Aha, ez az egérbeállításom, az zsír. Zsír! Na mindegy, most már így maradt, kibírjuk. Szevasz, fiam! Mi van, pupos? Összejárkáltad a placot? Te rohadalom fejű. Hát bazd meg, nézd meg. Most egy főpucóba. Azt a popátlan, kurva eget. Hát én bezárok, ha esik az eső inkább. Andor, kösz az ezrest! Kösz szépen, Laci, kösz az 5 hónapot. Igen, bútorok, nagyon zsír. Aha, úgy tud integetni. Ugyanúgy nézünk ki? Szerintem igen. Szóval tudunk lerakni egy kurva asztalt, elvileg. Igaz? Bútorok. 35-be kerül? Jézusom. Aha, be tudunk zárni. Jó, be is zárom a faszba. A Szopoda BT üdítőzéseket. És akkor ez a csirazsák megzabálja, ami itt van. Szevasz. És akkor tudunk szovelni, mert hogy éjszaka kevesebb a vendég, fiam. Hello, atyám. Csá! Megjött a GLS. Szevasz, bátyám! Bátyám, uram! Hey, mi a kent, tyúkanyó? Meg ilyenek? Aha, és akkor ezt hogy tudom lerakni? Ja, ígyen, aha. Aha. Úristen. És hogy forgatjuk így? Úristen. A falnál lesz egy randi hely. Ez egy szexszék tulajdonképpen. Dekorációt hagyjál, mert kikölt ilyen fasságokra. Gyerünk dögleni. Gábor, kösz a 2 rongyot! Csá! Aha! Jó reggelt kívánok! Szopoda BT üdítőzések nyitva. Akár csak a szívem. És van 25 izék, pezónk. 25 coinunk van, mint a TikTokon. Ebből nem jön ki sok minden, bazeng, egy sapka se. Még csak egy sapka se futja. Rendelj új dekorációt és vedd át. Ez egy feladat. De én nem akarok. Akkor mi van? Egy ilyen szép kaktusz. Ú, de szép. Mert csináljuk a questet, mert hát, ha kapunk valami jutalmacskát. Akkor ilyen kösz szépen az 500-at, nagyon szépen kösz, és szeva. Szeva, szeva! Koriens. Tap-tap babáim, hagyj jön a coin papának. Coinsok. Addig jutottunk azt, hogy itt lehetett főzni valamit. Arra emlékszem. Jó napot! Kupak, kapitány. Imádom, hogy ilyen szatyorba jön minden. És akkor le tudjuk rakni ezt a kaktuszt. Hát azért, ha erre nem vered ki a faszt, akkor nem is vagy ember. Tehát... Úristen, milyen kibaszott gyönyörű ez a kaktusz.
Jézusom! Növeld a hírneved, és hogyan? Itt növeljem? Gyertek már, bazd meg, hát nem érek rá egész nap. Geci, hát mi, hol vannak az emberek? Kapod a kointot, amúgy igen. Jó, kieresztjük a söröket. Nagyon szép. Perfekt! Így is van! Jézusom! Got! Nyitva van, bazd meg? Vagy mi a faszom? Egy nyitva van. Na, jönnek már luvnyák. Ez esküszöm, ide csak a nők járnak ebbe a kocsmába. Leszedjük addig a izét. Az ablakokról. Föl lehet menni a padlásra, vagy mi a fasz? Aha. Di csak buksi. Di! A kurva anyját! 25 pezó ajándékot kaptunk. Bazzik, de menő! Nézd, amilyen kis huncut. Szevasztok, szevasztok! Ó, itt nagy ollózások lesznek, ez egy olyan randi. Szégyeljétek magatokat. Hát mondjuk csak egy valamit tud kérni, az ez. Szóval... akár bele is ülhet... Easter eggs. Easter eggs-et kaptunk egyet. Aha. Arra emlékszem, hogy itt volt egy slozi. Meg fát kell vágni, azért most támadnak meg az emlékek. Na, haladjunk, bazd meg. Az megromlott? Íj, az meződült. Egy kicsit. Bazd meg, így összehányni az asztalt. Milyen egy undorító társaság ez. Faszüsse ki a szemfogát. Jó, jövünk főfele, gyerekek. Anyagilag már stabilitás már hamaros megvan. Nagy anyagi stabilitások. Egészségedre, csöves barack. Kettő darab sörünk van még amúgy. Á, rendelek még, mert ott jönnek. Ez 50-be kerül, úristen, mennyi pénz. Tönkre megyünk. Már most. Zöld a sör. Hát jó van, azt is meg kell inni, bazd meg. Hát azért nem lehet válogatni. Érted? Értem, hogy zöld a sör, de... épp, hogy csak beződít egy kicsikét, nem nagyon. Csak úgy módjába. Aha, annak kell kettő. Ugye, ha sokáig van kitűtve, akkor ződül meg. De nézd, ez meg van pacek. Fasz föláll egyből. Szevasztok, csá! Aha, meg is vagyunk. Hányan vannak itt egy darab? Nyomott fasz. Mosogatni is kell. Jön a jó gyerek. Szép. Szép! Nemes pedész volt rajta. Hát igen, bazd meg. Tehát izé, sajt is drágább úgy. Ez a hírnévnövelés, ez nem tudom mit jelent. Hogyan növelem a hírnevemet? Az a quest, de... ja, úgy érzem, hogy úgy meg van növelve. Ugyan még sose volt. Azt írta az elején... hogy a jó kiszolgálással, ugye? Ez már egy nagyon jó kiszolgálás, nézd meg ezt. Bám! Olyan kiszolgálás volt, hogy... majdnem féltékeny is lettem. Egy ember jön.
Tamás, kösz az ezres! Szevasz, fiam! Beszélgetés az emberekkel? Nem is lehet velük beszélgetni? Ezt mit mondanak? Szopnak még a kacsák? Hely, uram Kent, tyúkanyó! Botránkoztassék meg? Ah, tényleg. Örülök, hogy a fogadómban látlak. Úristen. Tényleg beszélgetni kell. Tudsz egy pinát villantani? Ilyeneket kell mondani? Aha, kettő. Erre nem is emlékeztem, hogy lehet velük beszélgetni, more. Szevasztok, piaim! Mi a helyzet? Aha, arra kérlek, hogy távozz. Úristen. Hát, azért nem kell sokat vacillálni, hogy melyiket nyom, bazd meg. Az ott mi a faszomat csinál? Egyébként. Mi a probléma, buzi gyerek? Aha. Ja, hogy a kétszemélyes a barátjával. Hát bazdmeg itt van a kurva kétszemélyes asztal. Ne idegesítsél már, pő. Nincsen kis barátaid. Mit álmodozol, buzi gyerek? Ugye? Kéne még egy asztal. Ez azt jelenti. Várjatok már, mert ezek itt lázogtak az előbb. Új szint, úristen. Na. Baszak, érzem a nyomást. A szolnoki tornak. Aha, ott már megint vár az asztalra. Mennyi pénzünk van? 135. Ebből kigyűl még egy asztal, bazd meg. Aha. Bútorok. Szevasztok, szevasztok. Nézd, a gyömbepel a pénz. Geci, mekkorát okázott. Egészségedre, fiam. Nincs is poharunk. Ó, bazzag, esik szét a biznisz! Jó, már egy picit. Azt nem tudom, hogy lehet izét fölvenni itt ebbe alkalmazottat, ebbe a játékba. Nagyon very good. Hello, hello. Hello, hello. Van még sör egyáltalán? Ennyi. Be fognak duzizni. A kurva életbe. Csődbe megyünk mindjárt. Bászom meg, bászom, bászom! Várjál. Nesze, fiam. Aha, és volt még egy asztal, ugye? Amit szereztünk. Aha. Ez lesz a kidobó. Ez nagyon szép lett. Ne integessé, bazd meg, hát mi vagy te? Masinista. Na, most azt lehet gyödni. Ennyi kell, három. Fasszal keverem meg ezeket amúgy.
perfekt, bazzik, Jézusom. Na, nyomott fasz. Hú, ti már nagyon rég vártok, bazzik. Elfagyott a víz. Hát bazzik, itt dolgozni kell azért rendes. Egy darab poharunk van. Zsír! Ja nem, van még egy, oké. Itt megtanulunk csapúni ebbe a játékba. Hú, ez meg asztalra vár. Szia atyám, csá! Van tündér, aminek tudsz feladatot adni. Na, az már most kéne. Már most elkéstünk vele. Mocskos asztal kétszer. Sziasztok, csá! Azt fejleszteni kell, vagy mi? Éjszakára bezárunk. Már most mondom. Apofátlan kurva életbe. 175 pezónk van amúgy. Retkes a kocsma. Hát igen, bazdmeg, van ilyen. Szomorú dolgok ezek. Nem tudom, hogy érdemes-e bezárni. Azt mondja a játék, hogy éjszaka nincsenek emberek. Nem tudom, ez mennyire igaz. Szólóba tolod? Nem, itt van az egész család jobbra ül mellettem. Nagyanyám, anyámék, mindenki. Itt ülnek és nézik a streamet élőben. Mit szóltok? Mit szóltok? Szevasz! Úristen, ennek nagyon fog örülni. Ennek a sörikének. Jó. Ez a folyamatos prüszkölés, bazd meg, vagy ilyen krákogás. Jaj, bazd meg, mit csinált? Főrúgjátok a törpét! Szevasz! Nyomod, fiam! Nyomjad befele! Arcodba. Ez elkészült, ez a nőszemély. Látod, milyen rötkes. Szégyeld magad. Te rohadik. 200 dodónk van amúgy, vagy dollárunk, vagy mi a faszomunk. Az elég karaj. Az nem lett annyira jó, de direkt egyébként a spórolunk. Ja, és ez nem csillog, amelyik szar lett. Aha. Na, kié lesz a szar? Ha-ha, szopó! Nagyon szép. Lehet benne takarítani, küldöm a csajomnak a gémet. Ebben lehet, igen. Sőt, sajnos kell is. Inkább az hiányzik, hogy legyen egy alkalmazott. De mindjárt elolvassuk, hogy pontosan hogy van ez. Á, már nem vagyunk nyitva, bátyja. Ha csak nem lesz tárogatás az éjjel. 10 óra van a játékban, este 10. Zsolt kezdte 17 hónapot. Beszélgessünk. Szia. Néd, amilyen gondoskodó vagyok, bazd meg. Látod? Hihetetlen. 245 lett a vége. Ennek itt. Szerintem
Szegény törpapát felrúgják, amúgy láttam. Milyen egy hálátlan gecik ezek. Érted? Szétbasszák itt a berendezést, a mocskos állatok. 11 óra van. Na, begyön? Az a szipürtyői. 500 coint kerestünk. Gyerekek. Gazdagság. Nézd, az jön befele. Éjszaka. Ide áttesszük. Nincs még egy pohár? Egy pohár nincs elmosva. Ja. A lila szín mit akar? Az, hogy szar. Hogy szarul csapolsz, akkor azt jelenti. És akkor nem tudom, a szolgáltatás, a reputáció, de hol a faszomban látjuk egyébként, hogy a megítélésünk milyen? Ja, bal fölül. A hírnévnél. Nem tudom, hogy mi... hogy mi az, amitől jobban nő. Nézzük meg, hogy itt mi a helyzet. Tudjuk fejleszteni. A bár már 4 férőhelyes, ez 50 pezóba kerül. Lesz egy asztalrendelések rendezésre, aha. És készlet. Ezt megvesszük, mert most 2 szék van ott, ugye? Igen. Aha. Ezt megvettük, aha, ez 30 pezóba kerül. Ez nem tudom mire való, de nagyon bemutatják nekünk, bazd meg. Mert ettől aztán Jézusom lesz. Készíteket is lehet ide rakni, például, hogy fontosabb rendelés fel tud rakni tálcára, vagy visszatért az osztóhoz. Aha. Aha. Uh-huh. Úristen, hát ez nagyszerű. Fönn is állt a Bray egy kicsit, egy pillanatra. Csak ezt nem merem előttetek mondani, mert ez nem szép dolog. Úristen, bögre. Holy crab. Mennyi izé van? 3 darab, nagyon kevés. Be vagyunk horpadva sörileg, bazd meg. Tönkre vagyunk, ha melne be. Most oda baszunk neki, 20. Deer! Minden vagyonok benne áll a sűrbe. Szevasztok, hello mindenkinek! Tegnap nagyon ment a TikTok. Hát azt én nem tudom, mit történt. Ja. Nagyot ment. Megint itt a géjeles. Téli gumi, minden játszik. Na, jó napot! Úristen, de szép! Szevasz! Dika kötél szemöldök, more! Hát, hogy nézel ki, bazd meg? Na most van annyi sörünk, mint a szar. És akkor itt van ez a kis podesz. Aha, ide tudjuk tenni a cuccot. Ami... hogyha esetleg valami nem kell. De hát sört tudunk adni, bazd meg, mit? Azt emlékszem, hogy valami kolbászos cuccot is lehetett nyomatni. De ezt már bezárom a picsába. Szopod a BT üdítőzések zárva. Ez az egy giliszta fejű. Megissza azt a szart. És megnézzük, hogy mit tudunk még fejleszteni. Raktár kibővítése. Hát arra egyáltalán semmi szükség nincs amúgy. Serpenyő. Aha. Ez meg mi a faszom? Tündérfal. Ilyenünk volt. Ilyen kolbászárulásig jutottunk, de hát itt bazdnek azért... azt a kurva jöget. Tehát itt azért... van egy pár szint. Jó, hát ezt megvesszük, de hát ennek nem sok értelme van, mert úgysem tartunk ilyen nagy készletet. Úgyhogy lehet, hogy inkább nem vesszük meg. Jó.
Hogy nézem csak. Ugye? Hát itt nincs olyan nagy készlet. Hát mi bű? Hát mi bű? Semmi bű. Megyünk szobelni. Ez a fikagyúró streamek következő állomása egyébként. Ez a mai. Ez a kis délutáni figyfirigy. Az viszont érdekelne, hogy ha lehet alkalmazottat fővenni, az hogy lehet? Ezt megnézem. Tehát ilyenről szó sincs itt egyébként. Ötödik nap, hírnév 3. Dekoráció. Tudunk venni egy képet. Ennek van értelme? Ennek valószínűleg semmi, igaz? Vagy nőtől le... Nézzük meg, oké. Veszünk egy kabátakasztót, geci drága. Hogy ettől aztán mi lesz? Ú, gyerekek, nagyon bizonytalanok ott. A tündér tud mosogatni. És honnan a faszomból kell előszedni ezt a tündért? Akkor ez egy tényleg egy tündér, ha elmosogat. Még meg se ittek, de már okádnak, more. Hihetetlen. Etettik el. Oké. Okay. Jó, lett egy kabátakasztónk, ami most egyébként nagyot fog menni, mert érzem. Érzem, hogy ez most hű. Most ezt ha lerakjuk... A kurva anyját, nem tudjuk oda tenni. Nézzük a hírnevünket. Há! Semennyit nem ment följebb. Tökre megérte, bazd meg. Tündér segéd? Mindjárt megnézem. Kösz szépen amúgy. Szevasz, fiam! Egyégyá! Holat hozzá! Pénzbe kerül a tündér segéd? Jó, nézzük meg. Fejlesztéseknél. Aha, tündér segéd. És csak 200-ba kerül. Úristen, szinte ingyen van, geci. Hát tovább messze vagyok, mint a picsa. Tehát grindolni kell vadul. Küldetéseket kell megcsinálni. Hát mi a küldetésem most? Nem, venni kell, nem küldetés. Vásárolj egy új fogadó szintet, ez a küldetés. Nincs pénzünk rá sajnos. Mennyi sörünk van még? Ó, van még bőven bazunk. Nyomott fasz. Nagyon jó mulat. Jézusom, ezeknek is asztal kell. Már kész is. Szeba, szeba! És azt csak mosogatni tud? Baszti, nem lehet vele! Aha! Undorítók vagytok. Tényleg, ez mindig ez az annyira proli. Ne haragudjatok, ez annyira proli. Ezt nem tudom vállalni. Kihavozázták magukat. Jó van. Menjünk van 165. Raktárbővítés a küldetés. Hát nem. Te bazik, te másik streamet nézel? Azt ide kommentelsz? Vagy mi a faszom? Hát ott van bazik, vásárolj egy új fogadó szintet. Ne csináld már ezt velem, mert tényleg fősírok most már. Milyen jó szület. Olyanokat hergesz itt pőpele. Jézusom. Jézusom. Nagyon szép pohár. Very good, very nice.
ez a hátranézés olyan volt, mintha gyerek rám tört, de nem hátranéztem, csak ide. Mert itt van valami, egy ablak, tehát egy nem titok, egy ablak van itt, és pont ott ment valaki, aki szívemnek nagyon kedves, és oda néztem rá, tudod? Ha már így intimkedsz, jó? Te hülye buta. Pám! Innen figyelek, így. Látom őket most. Látod? Bizony. Tudom, hogy irigy vagy emiatt, de... Most mit lehet csinálni? Ú, de szép. Jézusom! Jézusom! Mennyi sörünk van? 10! 10 sörike! Kodi miért járgálott olyan kó? Ezt a buszit! Nem Kodiról volt szó most, hello. 2 sör, Jézusom! Bazd meg! Ez is szar. Ez olyan rossz lesz! Mi a faszod? A kiömlik a izé? A matéria? Látod, bazen, miket tud ez a játék? Úristen, milyen modern világ, annyira életszerű, Jézusom! Úristen! Úr istókát neki! Nem tudom, mennyi sörünk van amúgy. De elég sokan voltak ott. Odakünt. A geci, itt van a tálcán a sok mosatlan, te fiú. Jézusom. Te ezért nem mosogatta vele az előtt. Mi kell ottan? 2. Mondtak olyanokat néha, bazik tényleg, hogy az ember már oda. Hogy tényleg azért belepirulsz. Belepirulsz. Most már jó sok pénzünknek kéne, hogy legyen. Ez még nem lett kész, aha. Köszi. Nagyon jó lenne ez a tündér segéd. Legalább mosogatna, bazd meg. De vizet is hoz. Jó. Szeva, szeva. Aha. 295 dodónk van. És kéne nekünk söröcske. Mert abból szarul állunk, ugye? Ez nagyon drága így? 20 sör az drága, mi? Nagyon. Kéne még egy asztal amúgy. Kár, hogy ennek nincs multia, mert egy úgy keci jó. Jó kis gép. Hát most hiába. És ide tudjuk letedni a cuccot. Amire egyébként semmi szükségünk nincs. Szeba! Száz kilencvenötünk lett, mert elköltöttük a nagy pénzeket. Ez premier, bocsánat. Igen. Igen, ez premier most. Premiers! Bazzak, azért dolgozni kell itt rendesen. Perfect! Ugyanez csak multiba van. Oda nézd, milyen ügyes vagyok. Most milyen faszom van? Hát tényleg fő fog háborodni?
Jó, nem szeretnék itt nagyon reklámozni ebbe az adásba, de úgy érzem, hogy a szeptemberi szubok között nagyon jó ajándékok lesznek. Kisorsaba, köszi! Szép! Csak jelezném tisztelettel. Táncolni mikor fogunk? Hát hamarosan, érzem már, hogy a lábammal nem bírok, bazeg, itt hamarosan lekerülnek itt a nagy izék. Ruhadarabok leugranak. Megindul a vadpornó. $270 van. Mindjárt megnézzük, hogy mi pénzé van itt a pöjlesztés. Mi pénzé megyen. Azt hittem, már pénzt nem hagy itt. Ez átbasz minket. Very good, very good, very good. Beleszámít, aki gifből kapta? Beleszámít, aktív szub. Szeptemberben. Ennyi. Egyébként igen, az is beleszámít, ahogy ne. De ugye vannak tier, tehát hogy valami ajándékcsomagba beleszámít, de vannak az itt elég faszak is ajándékok, ilyen Sony fülhallgatók, meg ilyenek, amik elég jó minőségűek, meg drágább cuccok. Azt nem tudja megnyerni, sajnálom. De tud nyerni ő is. Ma meleg hétfő van, így van! Ja, baszeket, itt várják a sört. Atyám, ez a csiguszos játék, mikor streamerek vagytok, az lesz még. Biztos amúgy. Az jó game. Azért most vettünk 20 sört, igaz? Igaz-e? Igaz-e, hogy most vettünk? Hova a faszomba lett? Na gyorsan megnézem ezt a fogadó szintet, hogy itt mi van. Jó, hát ilyet tudunk venni, hogy nagyobb legyen ez a izé. De ezt nem muszáj megvenni? Úristen, Jézusom! Ja, aha, erre emlékszem. Ki kell menni WC pumpázni, igaz? Ha jól emlékszek. Talán ezt még láttuk. És most már ez a plac is a miénk? Vagy nem? Ja, ide tudunk még asztalokat tenni, aha. Bazd meg, de menő. Mindjárt megnézzük ezt a tündérbuziságot. Baszeg, Noel, 20 millió forint! Jobb, ha nem hagyom túl sokáig mocskosan szak, borzasztó. Illemhely, aha. És itt mit kell csinálni? Most itt mi van? Semmi, nem? Azért figyelj csak, álma! Milyen egy undorító vagy, bazd meg! Azt a kurva szilánkosra fossa itt az egész berendezés. Geci. Gyerekek, szeplősre possák az új vécénket. Bazd, milyen egy pofátlan kurva világ ez. Hát most gondolj bele. Ráadásul egy gázsi. Hát mit traumatizál minket? Hogyan fogjuk kiheverni ezt az egészet? Jézusom. Noel, nagyon nagy király, vagy kösz szépen a 20 millió forintot. Tényleg, ez mind pénz. Köszönöm. Ezt a rengeteg millió forintot. A sörünk az nem sok van, 9 darab. Rápeszülünk a mosogatásra. Megnézik azt a tündért mindjárt, hogy mennyibe kerül. Anyagilag főthöz vág minket, állítom. Sör is elfogy. Glory Holt, ezt mindjárt gyártunk valahova.
Úristen, mennyi pénz. Mehet bele a kamera, írja valaki. Hát az a baj, hogy... hogy vannak olyan helyek, bazeg, ahol ez tényleg így van. Azt nem értem, Gec, hogy ki az a beteg fasz, aki kíváncsi arra, hogy valaki hogy tolja ki a kábelt, érted? Ugrik ki a nagy vímes doboz, ez meg nézi a kamerán. Feldolgozhatatlan. Lehet, még kenyeret is vesz mellé. Gondold-e? Hogy megnézzük, kinek a leghosszabb. Szokatlan ügyfelek, egyre népszerű fogadásra felkelt a figyelmet. Néha szokatlan ügyfelek fordulnak önhöz, mint például a transzpe... Ja nem, valaki segítségre hitem, hogy mások garázdálkodhatnak. Ha beszélni szeretné egy ügyfele, kattintson, aha. Úristen. Jönnek, beszedik a védelmi pénzt. 1000 coint már összekerebélyeztünk. Aha, szevasz fiam, mi a helyzet? Lenne egy kis érméje? Kurva anyád! Ja nem. Köszönöm, szia. Szegény mama, látod milyen rendes? De azért egy kis... legalább egy hajtóművet megvillanthatott volna. Most a legnagyobb tisztelettel mondom. Minden bántás nélkül. Sörünk meg megy a levesbe, elfogy mindjárt faszba. Ricsi, kösz szépen a 7 hónapban, nagyon szépen kösz. Janek, kösz szépen. Tomi, neked is kösz szépen. Sörünk az nincs, csak 6 darab. 300-unk van. Az elég jó. Mi a helyzet? Mi a helyzet? Megnézzük a WC-t, hogy szét van-e robbantva. Vagy mit kell vele csinálni, ha igen? Minden tiszta, oké. Okay. Tomi, kösz szépen! Noel, kösz szépen a szubolt! 4 személyes asztalt is vegyél. Nem, nem veszek. Jó. Megverjük a GLS-t, míg ledobja a cuccot. More, hát mi a faszom van? Az mire vár? 3 személyes asztal? Látod, tényleg igazad volt. Ó. Bazd meg, hát... Bútorsz. Ja, hogy meg kell várni, amíg aha. Amíg mi újság van a hónajba. Jó, haladjunk már, bazd meg. Aha. Jézusom. Ez egy nagyon nagy befektetés. Ezek leléptek amúgy a gecibe. Elnézést, fiatal ember. 100 forint a WC használata. Úgy szokott lenni, mi? Tudok kolbászt rendelni. Nem kérek, mert van nálam egy. Van kolbász. Nincs pohár. Jézusom, hát ez komolyan mondom, fel vagyok háborodva. Mindjárt megnézzük, hogy hogyan tudunk tündérkeresztanyát hívni. Igen, nagyon régen volt 100 forint a WC használat. Nem tudom most mennyi. Mennyi? 300 vagy 5? Ez rossz volt. Ez is szar. Ez rendes, megbüdösödött, bazd meg azért, mert rosszul csapoltam le. A basztatok már ilyet? Nézzük, ki az orosz rulett, ki fogja meginni a szart. Szevasztok! Szeba, szeba! Jó napot kívánok, főnököm, elveló. És akkor elvileg van egy 4 személyes asztal, amit mi most le tudunk tenni. Vagy nem? Vagy most mi a fasz? Ja? Elnézést. Elnézést kívánok. Na most.
Aha. Úristen, milyen szép. Nédeje, most már esküvőt is vállalunk lassan, bazd meg. Szülinap, esküvő, minden játszik. Hát de mit csinálsz a kaktusszal, te buzi virág? Nézd meg, főrúgják, bazd meg. Milyen egy pofátlan világ ez. Ez rosszul esik. Na, nézzük, mit tudunk venni. Rendelj kolbászt a vendégeknek. Aha. Hát én olyan kolbászt rendelek, bazak, hogy hihetetlen. Ez 50 pezóba kerül. Nem tudom, mit érdemes megvenni. Nézzük meg a raktárat nagyobban. És akkor tudunk kolbászt szervírozni? 5-be kerül egy, tehát 10 darab az 50. Mennyink van? Legyen egy 20 darab, mi? A 100. Minden vagyonunkat elküldjük most. Az meg. Csődbe visztek megint. Ez a baj. Gyorsan elmosizunk. Emberbár nosztalgia. Az nem ment ilyen passzán. Bement a pénz, meg kiment, csak nem tudjuk hova. Szeva. Köszi. És akkor itt elvileg... Nem csak kitörölt rácsába, de a fiagot boldva. Oké. Tehát most én itt... Aha. Oké. Szevasz, fiam. Van kolbász, kérsz. És nem tudom, hogy hogyan... Ja, aha, így veszem le. Oké. De most már tudunk kolbászolni. Kérek még kösz a szubot? Azt a kurva legnagyobb tier, Jézus Mária. Köszönöm. Megnézzük ezt a izét, oké? Hogy fejlesztés. Tündér segéd. Tehát a következő szint az 250, 400-ba kerül az, hogy legyen egy tündér segédünk. Ja. De 400 lotyit kell összegerebjézni. Hajnal 5 van itt amúgy. Nem tudom, hogy ez már lehet, hogy ebben a részben nem fog megtörténni, vagy igen? Szavazzunk. 0-90, MLD-es telefonszám. Hát azok az a kurva kolbász senkinek nem keddik. Szeba bátya, egy égyem mulat hozzá. Há, várni kell. Német eszemben néztem a streamet, pacsi. Mi ez a hobbitja? Mondja neki, hogy Schwanzlutsa. Ezt érteni fogja. Régen kurt. Aha, kettő kolbász. Jézusom, most ezért azok odabasztok. Odabasztok neki. És így odabaszom, így, csá. Azt a kurva.
Mennyi adjuk amúgy vajon? Még az kár, hogy az árát nem lehet beállítani. Ez a víz, ez sose fogyalja, de most szoki. Márk, nagyon szépen kösz a szobat. Ja igen, beszélni kell velük, elfelejtem, geci. Beszélgetni kell az emberekkel. Majd azzal a két ezért csöves barackkal. Úristen rossz, már hát ezeket muszáj lesz beszélgetni. Szevasztok, mi a helyzet? Ú, mi az, hogy bazd meg? Oda baszok egyet, na. Mi mondasz ilyen csúnyát? Tehát egy kolbász 10 pezó? Vagy 10 pénz? Vagy mi a faszom, ez már coin? Én de beállok a start gépbe. Nyomod. De ez nem valami sok. Ráadásul kenyér nélkül, bazeg. Hagyj beszéljek veled? Örülök, hogy itt látlak, jó? Ó, úgy eszed be az egy rozsdavasat. Szevasz, fiam! Suvick. Mondjad, mi kell, fiam? Én amúgy soha nem értem, sokan fogtok utálni engem, bazd meg. Soha nem értettem ezt a sörözést. Egyrészt mi a finom a sörbe? Geci. Annyira kimaradt nekem ez, hogy valami félelmetes. Soha nem iszok sört, csak ha nagyon muszáj, vagy ha valami olyan van, hogy... Bazd meg... Kóstold, mert ez ilyen meg olyan. De mondjuk a borral is így vagyok. Magyarázzátok már, légy szíves, hogy mi a finom. Mi finom a sörsz? Szevasz anya, mi a helyzet? Csöcsök ki, vannak rakva? Azért meg feszül rajta, izé. Parancsolja. Jó, mondjuk én nem is szok, csak nagyon-nagyon ritkán, de ez a sörözést, ezt sose értettem. Pláne, aki minden nap megiszik egyet. Akkor te mit iszol? Én se sört. Hát ha most alkoholt iszok valaha, évente kétszer, akkor pálinkát. Ennyi. De van, aki iszik helyettem is, szóval ez miatt nem aggódom. Itt mi a faszom történt? Valaki tudja? Imádom, geci. Érdekes, hogy ott megmutatja a képet. Ez ment vajon? Ha ez most nem ment, geci, én tényleg belehúgyozok valakinek a zsebébe. Tehát, hogy... Várjatok. Jó lesz ez. Hú, veszek. Megmenekültünk. Az van, hogy ugye a mai világban a capture cardoknak még nem tartott a tudománya, bazd meg, a capture cardoknak, tudod? És nem bírják a tempót. Pedig jó magyarként 40 felett illik alkoholistának, de tényleg? Ne bazd már meg. Jobb, passz.
Szóval... nekem ez nagyon kimaradt. Egy kolbászt kér ez a nőszemély. Pukkasz be. 26 sörünk van, valannyi, mint a szemét. Mint a szar! Nézem, milyen kis ügyes mosogató vagyok. És tiszta zsúva üzlet. De mitől? Hol? Ez az okádjá, geci. Okádjá, a ráka beled. Ez sűrsz. Ez mi? Ez mi? Ez mi? Mi? Vagy miért mutatja ezt most így? Ez nagyon sok pénzet adott? Ja nem, 10 izé zlotyit. Tehát egy kolbász 10-be kerül? Kérdezve Gantit. Én már kérdeztem. Kérdeztem tőle. Nagyon szép. A budi van rommá fosva? Ja, lehet amúgy. Hárja, megnézzük. Úristen! Bele volt szarva a budi közepibe. Azért ez nem síma. De hogy dugul el, bazeg? Vagy a szét kell teríteni a balhét, mert már odaül valaki, azt rajzol a seggére, vagy mi? Azt az undorító kurva eget. És van meg. Köszi szépen, fiam. Mi kell oda? Két kolbász, egy sör. Jó. Nézem, milyen ügyes vagyok. Hát de hogyan? Igen, meg egy kolbász. Miért nem eresztette nekem ezt most itt? Zabáljá! Egy-egy emulatozzá. De az nem is csinált semmit itt, bazd meg. Csak húgyozni jött. Kettő húszba vagyunk amúgy. Jó, és akkor... ja, itt tudjuk megszerezni. Ja, 250. Aha, bocsánat. Azt a kurva. Pedig a sörünk már nincs sok. Ja, de van. Még egy hármas asztal kell itt. Most bepörög a biznisz, figyeld! Hozom lefele a mérkőzést. Jó, a szintet már meg tudjuk venni. 100 vendéget szolgáltunk ki eddig. Gyorsan el kell mosogatni. Hello, hello, hello! Köszi. Pász meg. Oké, és akkor... mi bázzeg? Két kolbász. Oké, és itt mi volt? Már nem emlékszem. Így fő kell aggasztani. Ennyi. Kettő sör kell, meg egy kolbász. Nagy matekok vannak itt, bazd meg.
Ugye? Ugye, hogy ugye? Kérem még egy hármas asztal, de hát bazdmeg, ez nem lehet így csinálni. Inkább vegyünk fejlesztést. Új ügyfelek, új bútor, új dekor, ez egyedi vendégek. Új munkanapok. És favágás. Azért az kemény. Na, eddig jutottunk a demóban, azt hiszem. Ha minden igaz. Mi kell? Egy sör, egy kolbász ezeknek. Mi? Egy kolbász? Egy sűrsz? Ennek mi a faszom baja van, Dick? Mindjárt szomjálok, mindössze hideg vizet kérek, vár is hazam, tessék. Hát nincs is vízünk. Miért ne adná hideg vizet, igaz? Van? Ez milyen faszom? Ja, de hogy nincsenek még itt, itt még nem lehet. Aha. Utazó, hogy adjak neki vizet? Vagy sört is adhatok? Hát nincs víz, bazd meg. Hát morá, azok büdösök. Mi a faszom történik ebben a játékban? Gyerekek. El tudom őket küldeni? Van olyan, hogy vicceltem. Ezen mit kell csinálni, hogyha valaki büdös, bazd meg? Ez bebugolt. Hát ez bebugolt, bátyám. Hát itt nem tudom, mi történik most, baszik. A kútból hozzák neki vizet? Na várjál. Itt van, fiam, így áll. Egészségedre. Mi a faszom van itt, bazd meg? Azt nem tudom, az a büdös emberekkel mit lehet csinálni? Vagy hogy kell egyáltalán? Hát bazdmeg, azért mégiscsak izébe vagyunk. Középkorba. Érted? Vele kell pírni egy kis lecsószaknak hónaiból. Na! Figyelj csak! Takarodj a büdös picsába! Mert pofán basszlak. Köszönöm. De még fizetett is? Milyen rendes? Na, mi kell? Két sör, egy kolbász, mi? Itt mi a passzomért bugol? Na nézzük meg, hogy mi újság van itt. Annak még egy kolbász kell. Nézzük. 170 zlotyink van. Ezzel mi van itt? Ja. Na most már jó. Ezt a buzit. Aki azt mondja, ki kell közösíteni a bideseket. De nagy csicska vagy.
Azt is fizetni kell, ha elküldenek. Ha látod, mi van, geci. Nem most intekünk van még ilyen kolbászunk? Nincs. Úristen, Jani. Úristen, János. Na, hagyd menjen. Béreld fel az első tündért. Nem tudom felbéreli, bazeg, nincs pénzem. Értetlen ez a játék. Ez is mi a faszom? Itt egy kődarab. Ez meg izész. Krahácsol itt, basz meg. Mi folyik itt? Ja, ha tudunk főzni ilyen dolgokat, you know. Yeah, the show. Yeah, the show. Köszönjük, ez nagyon jó lett most nekünk ez. Ez most nagyon jó lett. Levest fogunk tudni főzni, ugye? Valami ilyesmi. Itt van, te buzi, hát hova mész? A ráka beled is. Ne dobáld a széket, mert megbaszlak! Te csicska. Nézzük, itt lázunk. De még ez a sör is szar lett. És akkor ilyenkor tudjuk letenni, ugye? Nem, nem tudjuk. Nem. A faszomat beleverem. Nesze. Mennyink van? 135-ünk. 135 zlotyink van. És akkor elvileg mindjárt meg tudjuk venni ezt a tündérlófaszt. Az első tündér többet lehet? Elvileg többet lehet akkor, nem? Gondolom. Milyen fasz a sör? Mi veré barc? Na, tudtam ilyen, hogy ilyen szemöldökkel, bazeg. Nagy Brezsnyev szemöldök, mare. Bombozót van. Hölgyek, mit kérnek? Gondolom, 3 kolbászt. 2. Tudtam. Ezek ilyenek, tudod. A nők azok így elszik a kolbászt. Jó, és akkor beszélgetni kell velük, hogy jaj, de jó, hogy itt vagy, köszi szépen. És plusz 1. Neked is nagyon örülünk mi. Jó van. Hát bazeg, ez nem ér ennyit. Ja, ezt akartam megnézni, ezt a favágást. Hogy itt mi a helyzet? Mi tudunk fát vágni, ugye? Jelenleg nincs szükségre, de miért nincs? Zöldség. János, kösz a 2005-öt. Már 2 darab mocskos asztal is van. Nagyon nagy király vagy, köszönöm. Tudunk főzni ilyen bundás kenyeret. Vagy most itt mi a faszom van? Igen. Ezt magyarázza már meg valaki, hogy itt milyen fasz történik most. Lehet, hogy unlockolni kell ezt, vagy mi? Gondolom. Bolux, kösz szépen! Szevasz, kolbászevő. Ja, azt hittem ott tükin. Gondolom meg kell vennünk itt a fejlesztésekben. Ja. Mennyi kell? 10 000 lotyink kéne, hogy legyen egy tündérünk. Ez a nagy helyzet. Hajnal 1 van. Bezárunk és ledöglünk. Büdös picsába. Vagy lehet, hogy ez a 3 idejön? Akkor megvárjuk.
úristen, mennyi pénz. Nem. Na jó van akkor. Szobelási. Mennyibe kerül a tündér? 200. Jó reggelt, kihányok, szevasztok, csá mindenkinek. Szopoda BT üdítőzések, megnyitja kapuit. Lehet jönni befele, bazd meg! Reggel 6-kor már a kocsmába kezd valaki azért. Az ám az élet. Ugye? Na, bazdok, már most össze van fosva itt a berendezés. De mi a fasz? Még be se jött, bazdok, már rommá fosta a berendezést. Azt a leborult kurva elgethet. Nagyon szép. Szevasztok, mi a helyzet? Na elvileg, ha ezek fizetnek, akkor már meg is van a... A tündér, a píz. Jó napot kívánok, hello! Szia, fiam! Kolbász. Látszik a menésed, hogy te azért eszed a kolbász, te pofátlan. Örültél már egy kolbásznak? Hallottad, mit kuncogott itt? Ez a kis csülök fejű? Hát ez a tündérfal, ez nem tudom mi a faszom. Segédek, aha. De akkor valószínűleg több lehet. Egyébként. Szeba-szeba! Na meg is vagyunk amúgy. És akkor itt elvileg már lehet nekünk egy tündér. Tündérszünk, ugye? Bám! Nézzek az új munkapontot. Aha. Aha. És akkor itt mit tudunk vele csinálni, Lilium? Etetés. Mit kell etetni rajta? Aha. Ő lesz a mosogató. És etetni kell őt. Be is szarok. Egyébként. De hogy így mosogat most, vagy? Vagy nem? Zenegép kéne a Jimmy összessel, érted? Azt akkor lehetne mulatni. Aha. Az fasza. Szeva, szeva! Már is táppénzem van, bazeg, hogy fővettük dolgozni. Ezért gürcültünk. De hogy akkor így elmosogat, igaz? Ja. És mivel kell letetni, bazd meg, szarral? Mivel letetem? Elfogy amúgy a kolbász. Ez a nagy helyzet. Ja, aha, ezzel. Gondolom én. Mennyi pénz ez? 40-ünk van. Hűha. Akkor inkább várok egy kicsit. Legyen több pízünk. Tündérporral kell etetni, bazd meg. Hát nem összehúgyozod magad. Hogy hihetetlen ez az egész.
Szevasztok. 85-ünk van. Két kolbász, hát az már nincs. Szóval valószínűleg akkor ezzel kellett etnünk. Ugye? Úgy állod a munkához, hogy más is odaférjen. Na jó, hát bazd meg, hát. Mert te nem ilyen vagy, vagy mi? Na, ne hazudjál. Jó, közben itt a fanyűvést meg lehet gyakorolni. Igen. Aha. Azt a vidős dádvágó kurveget, hogy micsoda. A 700-át. Köszi, szeva, szeva! Mennyi volt a játék? 470 millió forint. Most annyi volt, hát nagy beruházás volt a cégnek. Ez most... Nagyon drága. Mi van, ha nem eteted? Amúgy. Lelép, vagy mi a fasz? Mi kell? Egy sűr. Mosogassál, mert pofán baszlak. Miért nem töltött ki? Azért, mert megromlik amúgy. Meződű. Csak jelzem. Megjött az öreg asszony, mert ezek le akar minket tarhálni. Inkább zárva vagyok. Szevasz fiam, mi a helyzet? Lenne egy kis érme számomra. 15, fú, az nagyon drága, bazeg. De nesze, egy ér rohadjál meg. Mert on táskás a szemed, hogy borzasztó. Aha, kettő sör. Szevasz, fátum, kérdezhetsz-e? Mondjad, bátyja, mondjad. Mondjad, mi a helyzet? Megkövetetni ezt a csöves barackot? Mindjárt megnézzük, mert lehet, hogy mindjárt izé diszidál. Hogy kövegetetni? De ez az ő izé, ugye? Most megetettük? Ja, aha, de ott van a kajája, beszarok. Így van tálalva neki, bassz meg. Azért komoly, komoly. Kérdezhetek valamit? Mi a faszomat? Mondjad. Miért kérdezi meg valaki, hogy kérdezhet-e valamit? Sokkal egyszerűbb lenne azok, ha leírná a kérdést. Nem? Azért nagyon egyszerű lenne. Mert úgy akkor így megúsznánk ezt. Hát miért kérdezhetné, bazd meg? Biztos volt már szó róla, de figyelnek, mikor kerülnek kiküldése, csak mert a léten semmi infót nem találtam róla. Erről Cusznak már nincs adatlapja sem. A szeptember közepéig, de az van, hogy ilyenkor a palackot, ugye van ez az 50 forintos szabály most. És ezeket minden egyes alkalommal jóvá kell hagyni a mohónak. Mi beküldjük, és ők elfogadják ezt. Tudod? És ez elég sok ideig tart, úgy tűnik. Ezért ez nincs elfelejtve senki, aki rendelt. Mindenki meg fogja kapni. Van ebben ilyen kis csúszás sajnos emiatt.
De emiatt, tehát ezzel nem nagyon tudok mit csinálni, az a nagy helyzet, nem nagyon tudunk. Szóval ne haragudjatok emiatt, de mindenki meg fogja kapni. Szeptember! Hova a faszomba kell tenni ezt? Szóval... mi volt? Ja, hogy szeptemberben mindenképpen kiküldésre kell is megkapja. Ez a nagy helyzet. Szeva, fia! Egy-egy emulat az... De ezt miért nem tudom letakarítani? Itt kérnek egy kolbászt. És így se tudom? Ez bebugolt. Menj haza, csöcsös. Itt a vége. Szóval nagyon figyelünk rá, mindenki meg fogja kapni. Hát sajnos vannak olyan dolgok, amire nem számítottunk, aztán... Ja, ez miatt előfordulnak ilyen dolgok. Mennyi pénzünk van? 200. Ugye? 200. És nagyon kevés sörünk van. Ugye? Dik, leüt fel át. Egy sör, egy kolbász. Kolbász már nincs. Ugye? Új szint. La. Mi kell nekünk? Kolbász. Jaj. Bassz meg. Ez mennyibe fog kerülni? Pont annyiba. Hát a kurva nagy szarba vagyunk itt. Jó napot! Itt nem tudom, ezt megette már? Vagy ez meddig nem eszik? Ja, ezeket a poharakat nem is tudjuk addig levenni, mert be van bogolva, bazza meg. Borzasztó. Nem tudom, az árakat lehet följebb vinni amúgy? Megnézzük be, lehet, hogy van ilyen. Pont írja papa, hogy árat vidd már feljebb. Papa, én azt mondom, hogy kedvesen beszélj a cseten, mert pofán baszlak. Jó? Kérlek szépen, gyönyörű ember, csodálatos, fantasztikus kisugárzással, hogy az árakat vidd feljebb. Ez a mentalitás, érted? Mert aztán a végén pofán vagy baszva, azt így sírod el magad. Érted? Hány sürke? Háromsz? Ez kéne gyorsan. Bazeg, ez már aranyjá változott itt a fika. Már nem is zűd volt. Hanyan leszünk? Ó, erígy meg. Az egyik kezemet a seggembe dugom. Másik a lábamat is. Lábamat meg a tiédbe. Mit szólsz ehhez? Verébarc. Parancsolj. Tessék. Bazzik, ez a kolbász, ez nagyot megy. Hagyj nézzem. Kezdünk átmenni TikTokba, hogy megindulnak egymás fel, hogy fékezz már magad. De szerintem itt nem lehet följebb vinni, ugye? Az árat. Nagyon koszosak vagyunk, bazd meg. Egyik kolbászot.
itt nem lehet följebb vinni az árát, amúgy nézd, ahogy felugrottam. Nem lehet az árat följebb vinni, ugye? Zsizire vasgálom, hogy igen. Azt a kurva! Hát valakinek kurva nagy vese problémái vannak, bazd meg. Na, hozhatjuk a vizegyőt. A WC is szét van posva, szilánkosra. Hát így máma. Baszik, ebben a gémben azért van feladat bőven. Ez amúgy igen, ez izé. Hatósági áras italok ezek. Sörcsepp felett tudod? Mindjárt megnézik, de szerintem nem lehet. Nem tudom, ezt honnan szedtétek. Nyomott passz. Szevasz. Tehát itt a sörcsepp ez. Itt nem az árát állított be, azok azt mondhatja, hogy mennyi van még benne. Érted? A táblára... Meg nem tudok semmit csinálni. Szóval ezt nem nagyon lehet szerintem. Szevasz, szevasz. Szóval azt mondta, vágjunk fát. Az, hogy nekünk a quest. Igen. És ez az? Aha, igen. Aha. Úristen. Miért koszos a... izé? A vigyilló. Na most vége lesz ennek a streamnek nem sokára, srácok, de megnézzük mindjárt, hogy... Hogy szerintem... Lehet ilyen tündéres lófaszokat még fővenni. Bezárjuk a bútot. Nem állíthatóak az árak. De én is ezt mondom, bazd meg. Azt itt idegbe raknak már, nézd meg. Amúgy Volux, kösz az egy évet, meg mindenkinek a szubat, meg minden srácot, királyok vagytok, köszönöm. Fősubickolunk itt. Hát mégis csak úgy, hogy tudod... Bazzag, ide is tudunk tenni egy asztalt, most látom, nézd a... tiszta új az egész. Az egész berendezés. Szakmai szint. Aha. Zűtség. Lesz majd egy research, amit ha kitanulsz. Aha. Mindjárt megnézzük. Szeba, szeba, szeba. Azt mondja, hogy itt van ilyen, hogy aha, a bár level 2, aha, serpenyő. A szakács kedvenc fegyveredek. Mi értelme? Valaki lop? Vagy nem találkoztunk ilyennel, vagy igen? Kazán. Level 2-es figy-firigy. Mosogatás level 1. Aha. Hú, bazzeg, itt az van minden grill. Ez a manage multi. Új tálca. Tündér segéd level 2. Tehát akkor van még, aha. Tündér segéd level 3. Hát ez az el lehet izmozni. Sajtpolcok, bazzeg. Dick.
A lényeg az, hogy még elég sok minden van. 2100. Hát ezt a szemetest csak megvesszük. Ezt nem is értem. Hogy ez hogy nem volt? Aha, de kidobhatjuk a szarsört, hogyha nagyon rossz nekünk. Ez mi ez a serpenyő? Ez miért jó? Kell verekedni valakivel? Vagy mi a faszom? Aha. Hát itt aztán nagyon örülünk, igen. Itt a serpenyünk. Kit kell pofán baszni? Jó. Van 16 sörünk. Kolbászból nincsen. De van. Nagy gép. Jó gép, amúgy szerintem folytatni fogjuk így délutánonként, hogyha úgy adja ki a matek. Ó, de kibaszott gyönyörű. Na jó, srácok, este találkozunk. Kösz, hogy itt voltatok. Mentek egyet. És akkor folytatjuk innen. Puszi mindenkinek, és szevasztok. Nagyon szépen köszönöm a szubokat.